Csak annyit mondom a következő vendégemről, vagy vendégünkről, hogy Berki Krisztián, akivel mindig történik valami, és mindig van valami aktuális dolog, ami embereket foglalkoztat, most adott pillanatban azt, hogy most Hódi Pamelával együtt vannak, nincsenek együtt, egyedülállók, vagy nem, vagy de most lányával. Most is egy csodálatos hölgyel érkezett hát, a stúdióba. Hát ne vicceljük. Hát igen. Szervusztok. Sziasztok. Jó reggelt, Krisztián. Szia, Nati. Szia. Köszönök, hogy eljöttél hozzánk. Krisztián, akkor elsőként beszéljünk erről, hogy ugye azt mondják, hogy mert a Facebookon te is, meg a Pamela is azt írtátok, hogy már egyedülállók vagytok. És akkor az azt jelenti, hogy most itt azonnal ezzel a kérdésekkel. Azt hittem, hogy a motoros problémákkal túl kerülni. Ezekkel, majd beszélünk a motoros mindenről. Jósi, az alapvető igazság az, hogy én ezt a napilapot egyébként bepereltem az elmúlt napokban. Igen, mivel én azt hiszem talán 3 hónapig voltam valaha ismerőse Hódi Pamelának a Facebookon, tehát így viszonylag nehéz lenne ugye kapcsolatban lenni egy olyan emberrel, akivel egyébként nem is vagytok ismerősek a közösségi oldalon, tehát maximum én párkapcsolatban vagy veled lehetnék, ugye, mivel mi ismerősök vagyunk. Majd megbeszéljük ezt, jó? Közösségi portálon. Jaj, címlapot láttak már. Ja, igazából ugye ez létre sem jöhetett volna. Világos. A mi életünk nem változott azóta, hogy mi a közösségi oldalon feltettünk egy belső kommunikét, úgyhogy igazából mi ehhez tartjuk munkat, és a jövőben sem kívánunk a magánéletbeli dolgokról nyilatkozni. Túl is vagyunk ezen. De érdekes, hogy te érdeklődés középpontjában vagy, tehát üldöznek téged újságírók ilyen? Amikor igen, de üldözni igazából nem tudnak, ugye megpróbálnak felfedezni mindenféle helyeken, akár az irodám környékén, akár mondjuk a konditerem környék, esetleg a külföldi lakcímemnél, vagy éppen ahol mondjuk most éppen tartózkodom, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy lassok a kollégák. De paparazzi módjára követnek, volt már, hogy követnek az utcán? Nem tudom, követnek, hanem szerintem várnak, tehát inkább az van, de hát ez szerintem egy klasszikus példa, ugye szerintem egyébként az első ebben Liptai Klaudia volt igen. Magyarországon, akit paparazzik, vagy paparazzók, ahogy a olaszok mondják. Éveken keresztül. Igen, folyamatosan. Ez egy nagyon klasszikus példája. Egyébként lehet, hogy ez egy nagyon jó szakma, majd lehet, hogy a tévézés után váltok. Megpróbálok mindenkitől begyűjteni minden infót, igen. És elindulok. De már most elkezdted, nem? Már mondjuk itt az információkat. És lehet, hogy otthon írja egy noteszbe, hogy jó, akkor most mondta, hogy elmegy. Nem, itt van. Itt ja, van hogy minden, bocsánat, persze. Nem kell notesz, elfelejtettem. Amit leírsz, annak mindig nyoma marad. Igen. És a Krisztián nagyon sokszor direkt úgy ír, hogy azért felkapja arra az embereket. Tehát aki azt akar olvasni benne, azt olvas, aki amaszt akar olvasni, az amaszt olvas. Egyébként ez egyébként nekem alapvetően problémám, vagy egyfajta tesztem, úgymond a társadalom felé, hogy miből mondjuk mit néznek ki. Tehát amikor mondjuk én hazajövök külföldről, és mondjuk a Pamela ad egy puszit a számra, akkor másnap az újság, hogy heves csókokkal várta itthon Hódi Pamela Berki Krisztián, mikor ez nagyon egyszerű szájra puszi volt, amit te mondjuk színházi környezetben még azt mondtad, hogy hát ez semmi nem volt. Semmi az igen. Igen, tehát hogy ki mit akar kinézni egy fotóból, vagy egy kapcsolatból, vagy bármi másból. Itt nézzük a Natit. Igen, és ő most megszólalt a kecske hangon, igaz? És mit hogy mondott beszél a kecskéd? Meg szoktuk kérdezni, hogy befogadjuk-e anyukát, és akkor mondja be. De Krisztián, ha minden... Minden erre félretesszük, akkor itt a boldogság a lényeg, nem? Kér. Igen, és látod... Nati, mit szeretsz a legjobban apával csinálni? Mit szeretsz velem csinálni a legjobban? Na? Mit szoktunk együtt csinálni, amit a legjobban szeretsz? Most? Játszani. Ja, egyébként segítek... motorozás van, tehát most reggel mindig az, hogy apa gyere haza, és vigyél el motorral. Hát és melyik motorral menjünk? Melyik színűvel? Sárgával. Sárga, meg az is megvan. Az a kisebbik, az a robogó. Tehát nem mindegy, hogy melyik. Nagy motortól egy picit fel meg, igen. De amikor ketten vagytok, vagy a család, a zárt tér, hát ott töltődik fel az ember. Az az igazi érték, nem Krisztián? Tudom, amikor az ember sokat megy, és viszonylag keveset van otthon, vagy vannak olyan időszakok, amikor nincs is otthon, akkor ugye ez egyfajta nehézség is lehet, egy belső töltésed ugye nincsen meg. Ráadásul, amikor mondjuk 3-an vagyunk, teljesen más az a minőségi idő, amit mondjuk együtt töltünk, mert akkor mégiscsak az édesanyja az első. A teljes minőség élet nekem mindig az, hogyha mi tudunk kettesbe lenni. De milyen érdekes, hogy sokszor azért mi ismerünk téged, és tudjuk, hogy a milyen családapa vagy, meg milyen apa vagy, minden. Milyen szeretnék lenni. De, és milyen szeretnék, jó, hát mindenki szeretne kicsit följebb vinni a lécet,
De az, hogy azért sokszor amiatt is támadják, hogy Natival mit csináltok, milyen programot. Mert ez a legfájósabb, nem? Hogy gyereket hagyjuk már ki belőle. Dehogy fáj. Nem? Hát, akik írogatnak. Tehát ez, most van az autódban gyerekülés, vagy nincs gyerekülés. Hát most elmondom neked, hogyha én minden nap taxival járok, mert éppen van némi készpénzem, és mondjuk van nálam is van, a taxival nem kötelező a gyerekülés. Tehát innentől kezdve, akkor én most felelősségteljesen utaztatom a gyermekemet, vagy pedig nem. A saját autóban pedig kell gyerekülés. Ugyanez a motorozás. Nekem a motoron is van rajta gyerekülés, a TÜV által engedélyezett gyerekülés. Hagyj döntsem már el én és a gyerekem, hogy szeretne motorozni, nem szeretne. Engem is az édesapám maga megtanított, felültetett, ezek az élmények szerintem olyan élmények, amire az ember egész életen fog ugye emlékezni, ráadásul imádja és szereti. És pont ezt akartam mondani, hogy ő, aki kéri, hogy motorozzatok a sárga motoron. Jó, de az gyerekülés nem hülyeség, tehát azért az hasznos dolog. Te idődben volt gyerekülés? Vagy... Nekem semmi ülés nem volt. Azon morfondíroztam, hogy nekünk nem volt karusszal sem. Világos, jól tudom. Be. Volt egy úszógumi, mi hátfértél rajta, esüllyedtél, ha szerencséd volt, fennmaradtál a vizen. Igaz? Van neked karúszod? Mondd el. Igen. Van karúszója. Felelősségteljes édesapa, van karúszója. Nem így dobálja a gyereket. Barbis. Meg mások. Tehát van több is. Tehát ha véletlenül süllyedne a gyerek, akkor... tehát négyet teszünk a karjára. Minden annak érdekében. És holnap nem volt rajtam karuszó, és elsüllyedtem a mérdőt. Már most gyorsabb, mint az élet. Az mikor volt? Holnap? Gyere, ülj fel, úgy beszéljél. Gyere, állj fel. És megfulladtam. Mit csináltam? Holnapról beszélünk, tehát ez nagyon fontos. Most van nálunk az, hogy a holnap, a tegnap és a múlt között nem tudunk különbséget tenni, hasonló, mint az édesapja. Tőled örökölte. Igen. De szoktál vele játszani, mondjuk mi? Mondjuk a Barbie babázni kell. Nem tudod. Tehát a barbizás te hajra teletenni, telerakni csattokkal, meg a mindenfélékkel, mert ez a lányok a szokták. Érdekes, hogy nem is igényli velem kapcsolatban. Azon is csodálkoztam, hogy nekem kellett elmennem vele pisilős babát venni. Van most már ilyen hiper-szuper baba, hogy nem elég, hogy ő annó bepisilt, most már a baba is bepisil, és akkor erre felkészülünk, megitatjuk, és akkor utána pisil a baba, ráültetjük a kis. Ami ilyenkor szokásos, de hát ő neki most már van kicsikéje, akit azt hiszem Kamillának hívnak, és azt délután leteszi aludni, úgyhogy szerintem kiváló anya lesz majd belőle egyszer csak. Hát Krisztián, jót beszélgettünk. Tényleg? Igen. Nem? Úgy érezted? Igen. Nem, de csak úgy volt, hogy mondtam. Mert ez van ráírva a papír. Mire szálltok az ebéd? Tessék? Mi lesz ez az ebéd? Francia gombás lepény. Jó, akkor ezt mindenképpen megtennem, mert jó, és majd. Jó, köszönöm, hogy eljöttél. Köszi, hogy eljöttél. Köszi, hogy itt lehettél. Köszönjük.